জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহার, সরস্বতী দেবে গৌরবান্বিত চরণে বিশেষ শূন্যবাদী।
Srila Prabhupada. Jai. Srila Prabhupada, Vyas Puja Maha Mahasaya. Jai. Gaur Premanande. Hare Krishna. Today is Srila Prabhupada Abhibhav Tithi Mahotsav, Vyas Puja. Who is Srila Prabhupada? Srila Prabhupada? We actually don't know who Srila Prabhupada is. We know that who the Goswamis are, we know different acharyas of our sampradaya. What is the spiritual identity? We know that Srila Bhaktivinoda Thakur is Kamala Manjari. Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj is Sri Guna Manjari. Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj is Sri Guna Manjari. We also know Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is spiritual identity. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharajnak a lelkiazonosságát is. As Sri Nayana Manjari. Aki Sri Nayana Manjari. But Srila Prabhupada's spiritual identity, we do not know. Srila Prabhupada lelkiazonosságát nem ismerjük. Once one devotee asked Srila Prabhupada about his spiritual identity. Egyszer egy voltam, megkérdezte Srila Prabhupádot, hogy mi az ő lelki azonossága. And Prabhupada said, if I tell you, you'll faint. És Prabhupád azt mondta, hogy megmondanám, elájulnál. Maybe someday when we are fortunate enough to go to the spiritual sky, go back to the spiritual world, then we will recognize Srila Prabhupada. Egy napon, amikor majd elég szerencsések leszünk, és visszamehetünk a lelki világba, but, akkor meg fogjuk tudni, hogy Srila Prabhupada kicsoda. But one thing is clear, that Srila Prabhupada is a very, very intimate associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Egy dolog az egyértelmű, hogy Srila Prabhupada nagyon-nagyon bensőséges kapcsolatban áll Sri Chaitanya Mahaprabhuval. A very intimate associate of Sri Sri Radha Shyam Sundara. Nagyon-nagyon közeli kapcsolatban áll Sri Sri Radha Shyam Sundara. Actually, there is no need to find out about Prabhupada's spiritual identity. But Prabhupada can be recognized by his achievement. Valójában miért nem szükséges, hogy megtudjuk, hogy Srila Prabhupádnak mi lehet az azonossága? Mert felismerhetjük őt az eredményén keresztül. What Srila Prabhupada has achieved, even Sri Chaitanya Mahaprabhu himself did not. Amit Srila Prabhupada elért, az valami olyan, amit még Sri Chaitanya Mahaprabhu sem ért el. Chaitanya Mahaprabhu came, spread Krishna consciousness all over India. Sri Chaitanya Mahaprabhu eljött, hogy terjessze a Krishna tudatot egész Indiában. Krishna came himself as Sri Chaitanya Mahaprabhu to give the Braja Prem. Krishna eljött személyesen, mint Sri Chaitanya Mahaprabhu, hogy a Braja Premet adja. The most intimate loving relationship with Krishna. Ami a legbensőségesebb. In Vrindavan. A legbensőségesebb, szeretetteljes kapcsolat Krishnával Vrindavanban. But Sri Chaitanya Mahaprabhu distributed it only throughout India. De Sri Chaitanya Mahaprabhu ezt csak Indiában osztotta. But Sri Chaitanya Mahaprabhu predicted that what he gave will be distributed all over the world in every town and village. De Sri Chaitanya Mahaprabhu megjósolta, hogy amit ő adott, az egy napon az egész világon, minden faluban és városban el fog terjedni. He very emphatically said, Prithivite Acharyato Navarati Gram Sarvatra Prachar Hoibe Mahi. In every town and village, he is emphatically saying, every town and village all over the world, this Krishna consciousness movement will spread.
nagyon egyértelműen kijelenti, minden faluban és városban, minden faluban és városban ez a Krisna tudatos mozgalom el fog terjedni. Something that he himself did not do, and he reserved it for his very, very special devotee. Valami, amit ő maga nem tett meg, hanem ezt megőrizte az egyik nagyon-nagyon különleges baktája számára. And that devotee is Srila Prabhupada. És ez a bakta, ez Srila Prabhupada. We also notice, if we see the history of Mahaprabhu's Sankirtan movement, soon after Chaitanya Mahaprabhu's disappearance from this planet, the Krishna consciousness movement actually disappeared from this planet. Megérthetjük azt is, hogyha tanulmányozunk Sri Chaitanya Mahaprabhunak a történetét, hogy miután eltávozott ebből a világból, a Krishna tudatos mozgalom gyakorlatilag eltűnt a földre. Mahaprabhu's dham and Mahaprabhu's teachings disappeared. Mahaprabhunak a dhamja és Mahaprabhunak a tanításai eltűntek. And all kinds of unscrupulous people in the name of Sri Chaitanya Mahaprabhu started to propagate all kinds of nonsensical ideology. És mindenféle az ember elkezdte terjeszteni a Sri Chaitanya Mahaprabhu nevében az ostoba elképzeléseiket. They are known as apasampradayas. Őket úgy ismerjük, hogy apasampradayák. And there are 13 apasampradayas. 13 apasampradaya van. Aul, Baul, Darali, there are so many. They claim that they are the followers of Chaitanya Mahaprabhu, but they do all kinds of nonsensical things. Ők azt állítják, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhunak a követői, de ostobaságokat csinálnak. In simple words, it can be said that these apasampradayas, in the name of Chaitanya Mahaprabhu, break the four regulative principles. That is their way of egyszerűen azt is mondhatjuk, hogy ezek az apaszampradáják Sri Chaitanya Mahaprabhu nevében megtörik a négy szabályozó elvet, ez az, amit csinálnak. It became so unfortunately eclipsed by these apaszampradáyas that no gentleman, no cultured person was interested in Chaitanya Mahaprabhu. Ezek az apaszampradáyák olyan mértékben elhomályosították Sri Chaitanya Mahaprabhu üzenetét, hogy a valódi úriemberek már nem érdeklődtek ez iránt. At that time, Srila Bhaktivinoda Thakur came. És ebben az időben jelent meg Srila Bhaktivinoda Thakur. A very special personality was sent by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Egy nagyon különleges személyiség, amit Sri Chaitanya Mahaprabhu küldött. He was a very important person, very dignified government officer, British government. Ő egy nagyon fontos személy volt, egy emelkedő pozícióban volt az angol kormányban. He was a deputy magistrate. Egy magisztrátus volt. An extremely learned and extremely talented person. Hihetetlenül tanult és hihetetlenül tehetséges. And Bhaktivinoda Thakur started the revival of Sri Chaitanya Mahaprabhu's teachings. És Bhaktivinoda Thakur volt az, aki kezdte feléleszteni Sri Chaitanya Mahaprabhu tanításait. But at that time the situation was so ominous, so bad, that Bhaktivinoda Thakur couldn't find a single Chaitanya Charitamrita in all of that long. De abban az időben a helyzet annyira kétségbejtő volt, hogy Bhaktivinoda Thakur egész Bengálban nem talált egyetlen egy Chaitanya Charitamritát sem. Finally he got one copy of Chaitanya Charitamrita from Orissa. Végül Orissában talált egy másolatot a Chaitanya Charitamritából. Then Bhaktivinoda Thakur gave his Amrita Prabhava Bhashya, his commentary that has been defined or described as the flow of nectar. És azután Bhaktivinoda Thakur az Amrita Prabhava Bhashyában elmagyarázta ezt, és ez egy megfogalmazta, mint egy folyékony nektár. And with this commentary he started to praise Chaitanya Charitamrita. És ebben a magyarázatban dicsőítette Chaitanya Charitamritát. And he got other books
like Chaitanya Bhagavat, Bhakti Ratnakar, describing Chaitanya Mahaprabhu's activities, pastimes and teachings. És más könyveket is beszerzett, amelyek dicsőítik az Úr Chaitanya Mahaprabhut és a kettelését. And he started to print them, and he also started to write many books establishing Chaitanya Mahaprabhu's teachings. És ezeket is kezdte nyomtatni, és emellett sok könyvet írt, amelyek dicsőítik és bemutatják az Úr Chaitanyának a tanításait. He not only wrote in Bengali, which was his mother tongue, but he also wrote in English. Nem csak Bengali, hanem az anyanyelven volt, hanem angolul is. And in this way he was actually establishing Chaitanya Mahaprabhu's teachings once again. És így módon még egyszer megalapozta Chaitanya Mahaprabhu-nak a tanításait. But he himself couldn't teach. He wrote and he created the foundation of Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. De ő maga nem tudott prédikálni, ő írt és ezzel megalapozta Chaitanya Mahaprabhu Sankirtan mozgalmát. But he prayed to Lord Jagannath. Imádkozott az Úr Jagannáthoz, to send a qualified assistant who could help him in his mission. Hogy küldjen neki egy képesített segédet, aki ebben a misszióban tudja őt segíteni. And as a result of that, he got a son, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. És ennek eredményeképpen lett egy fia, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. The teachings that Bhaktivinoda Thakur established, on that teaching, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur established a preaching mission. Srila Bhaktivinoda Thakurnak a tanításain alapozva, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur elindított egy prédikáló mozgalmat. And he spread all over India this Krishna consciousness movement at that time. És abban az időben a Krishna tudatos mozgalmat az egész világon elterjesztette. Some very, very exotic personalities became his followers. Pár nagyon jelentőségteljes személy lett az ő követője. He was so influential and he was so effective that even the governor, the British governor of Bengal at the time, went to Navadvip, went to Mayapur on his invitation. Annyira befolyásos és hatékony volt, hogy végül még az angol kormányzó is egy alkalommal ellátogatott Mayapurban Navadvipra az ő meghívására. Those days, India was a British colony, so the English people, the British people did not look up to India with so much dignity. Abban az időben India brit gyarmat volt, és a britek nem igazán tisztelettel néztek Indiára. But on Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's invitation, he went to Mayapur, which was quite remote, quite far from Calcutta, which was the capital, and which was quite, there was the roadways were not so well built those days. És a kormányzó Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kérésére mégis elutazott Mayapurba, ami elég messze van Kalkuttától, a fővárostól, és főleg azokban az időkben az utak még nem voltak szépen kiépítve. And many scholars, many poets, many thinkers, many highly placed government officials, the judges and the lawyers of India at that time became affected by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's teachings and accepted him as their spiritual master. És ebben az időben sok tudós, gondolkodó, kormányhivatalnok vált Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurnak a tanítványává és fogadta az ő tanításait. So in this way Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur re-established Sri Chaitanya Mahaprabhu's teachings in India. Szóval így módon Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur újra megalapította a Krishna tudatos mozgalmat Indiában. But both Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had implicit faith that this movement will spread all over the world according to Sri Chaitanya Mahaprabhu's prediction. De mind Bhaktivinoda Thakurnak, mind Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurnak erős hite volt abban, hogy meg fog történni az, amit az Úr Chaitanya Mahaprabhu megjósolt, hogy az egész világon el fog terjedni a Krishna tudatos mozgalom. Like as early as in 1894, Bhaktivinoda Thakur wrote two books in English
the life and precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Bhagavat. 1894-ben Srila Bhakti Vinod Thakur kettő könyvet írt angolul. Az egyik az Sri Chaitanya Mahaprabhunak az élete és tanítása, a második pedig Bhagavat. And he sent those two books into two different libraries, different universities all over the world. És ezeket a könyveket különböző könyvtáraknak és egyetemeknek küldte az egész világon. And in that book, Bhaktivinoda Thakur emphatically mentioned that a time will come when all the religions of this world will become unified under Sri Chaitanya Mahaprabhu's teachings. És Bhaktivinoda Thakur ezekben a könyvekben egyértelműen kijelenti, hogy az egész világnak az összes vallás egyesülni fog Sri Chaitanya Mahaprabhu tanításai alatt. And he also predicted that this movement is going to spread all over the world in every town and village. És ezekben a könyvekben azt is megjósolta, hogy ez a mozgalom el fog terjedni az egész világban, minden faluban és városban. It was apparently an impossible prediction, but Bhaktivinoda Thakur had implicit faith in that. Úgy tűnt, hogy ez egy lehetetlen jóslat, de Bhaktivinoda Thakurnak megingathatatlan hite volt benne. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also had that faith. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurnak is megvolt ez a hite. And therefore we find that when he met Srila Prabhupada in 1922, he told Srila Prabhupada, you spread this teaching of Sri Chaitanya Mahaprabhu through English language to the Western world. És ezért láthatjuk, hogy amikor 1922-ben találkozott Srila Prabhupáddal, akkor azt mondta neki, hogy terjeszd el ezt a Krishna tudatos mozgalmat angol nyelven az egész világon. At that time, Srila Prabhupada was a 26-year-old young man. És ebben az időben Srila Prabhupada egy 26 éves fiatalember volt. Srila Prabhupada was married and he had a son. Srila Prabhupada házas volt és volt fia. But just this one meeting, Prabhupada was so impressed by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that he decided to dedicate himself completely to this instruction, to fulfill that instruction. De ennek ellenére Srila Prabhupada ennek az egyetlen találkozásnak a hatására eltökélte, hogy az egész életét ennek a missziónak fogja szentelni. At that time Srila Prabhupada was the manager of one of the first fine pharmaceutical companies in Calcutta. És ebben az időben Srila Prabhupada volt a vezetője az egyik első kalkutai gyógyszergyárnak. Very well placed young man, family, children, but Srila Prabhupada quit his job. Egy jó helyzetben lévő fiatal házasember, akinek gyereke van, de Srila Prabhupada ott hagyta az állását. I had the good fortune of hearing from Prabhupada's own mouth about this, his own life. When he was describing that to one of his old acquaintances in Mayapur. Szerencsém volt hallani Srila Prabhupádnak a szájából, ahogy mesélt erről az eseményről egy alkalommal Mayapurban. This person was quite old at that time. Prabhupada was 82 years old, but this person was about 90 years old. He was a very well-known Ayurvedic doctor, and he came to treat Srila Prabhupada. És ez az ember, akinek mesélt, egy nagyon idős személy volt, 90 pár éves, egy ajurvédikus orvos, aki eljött a találkozni Srila Prabhupáddal. From Calcutta he came to Mayapur and stayed there for 3 days. Calcuttában eljött Mayapurba, és 3 napig volt ott. So one evening Prabhupada was telling him about his own life story. És egyik este Srila Prabhupád elmesélte neki az élettörténetét. Prabhupada told him that he was such a successful person, he had a good job, he had a family, but when he met Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, whom he didn't want to meet at first actually, but when he met him, he was completely sold out to him. És elmesélte, hogy nagyon sikeres volt, jó állása volt, jó családja volt, de amikor találkozott Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurral, és nem volt az első, akivel találkozott, akkor teljesen meg akart neki oldani. At that time, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, after spending about 10 years in Mayapur, chanting 10 million names of the Lord.
Ez azután volt, hogy Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur 10 évvel töltött el Mayapurban, azzal 10 milliószor, 10 millió szent nevet énekelni. When did Gaudiya start preaching? És elmondták után, hogy elkezdjen prédikálni. And one of Prabhupada's friends, who was coming from a very illustrious family in Calcutta, a very wealthy family in Calcutta called Mallik family. His name is Naren Mallik. So Naren came and told Prabhupada that he met a sadhu and he wanted Prabhupada also to meet him. Srila Prabhupada-nak az egyik barátja, egy nagyon arisztokratikus családból, a Mallik családból származott, úgy hívták, hogy Naren Mallik. És mondta, hogy találkozott egy szádóval, és szeretne, hogy Srila Prabhupád is találkozna vele. At first Prabhupada didn't want to see him. He said, no, I have so many sadhus. I don't want to see any more sadhus. Először Srila Prabhupád nem akart vele találkozni. Azt mondta, hogy én már annyi szádót láttam, nem akarok vele találkozni. Because Prabhupada's father was a very pious person. And whenever he met a sadhu, he brought him home. But Prabhupada used to see that these people are just interested in eating and sleeping and collecting money. Mert Prabhupádnak az apja nagyon jámbor volt, és bármikor találkozott egy szádúval, akkor meghívta az otthonába. De egy Prabhupád látta, hogy ezek az embereket csak az érdekli, hogy egyenek, aludjanak és gyűjtsenek pénzt. So he lost his respect for the sadhus. És így elvesztette a tiszteletét a szádúk iránt. And at that time Prabhupada became quite involved in the independent movement of India, which was started by Mahatma Gandhi. És ebben az időben Srila Prabhupád nagyon aktívan részt vett a függetlenségi mozgalomban, amelyet Mahatma Gandhi indított el. But just one meeting with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Prabhupada decided to give up everything and commit himself to fulfilling the instruction of this saintly personality. De amikor először találkozott Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurral, akkor egyből úgy döntött, hogy teljesen meg akar hódolni annak, hogy beteljesítse ezt a missziót. And he went and submitted his resignation from his job. So the proprietor of the company, Dr. Bose, Dr. Kartik Bose, who was a friend of Prabhupada's father, he was quite surprised that all of a sudden he submitted his resignation from his job. És Prabhupád elment, felmondta az állását, és ennek a cégnek a vezetője nagyon meg volt lepődve, ismerte Srila Prabhupádnak az apját, és nagyon meg volt lepődve, hogy miért mondja föl Prabhupád az állását. So he asked Prabhupád what happened, and Prabhupád told him that he made a very special saintly person, and he asked him to help him in his mission. Therefore he wants to quit his job. Megkérdezte Srila Prabhupádot, hogy mi ennek az oka, és ő pedig elmondta, hogy találkozott egy nagyon különleges szenttel, és szeretné arra áldozni az életét, hogy segítse őt a missziójával. So Dr. Bose was like his uncle, his father's friend. So he told him, why do you want to quit your job? Like you can still help him. Why do you have to quit your job? Ezt az örök úgy hívták, hogy Kartik Bose, és akkor kérdezte Prabhupádot, hogy miért mondod fel az állásodat, hogyha megtartanod, amellett is tudod segíteni a misszió. So Prabhupada told him that when I'm working for you, my time is sold out to you. És Prabhupád mondta, hogy ha neked dolgozok, akkor az időmet eladtam neked. So I don't have any free time to fulfill this mission. Nem lesz időm arra, hogy beteljesítsem ezt a missziót. So when Dr. Kartik Bose saw that he could convince Prabhupada to continue with his job, then he proposed that why don't you take up the first sole selling agency of my products for North India. És amikor látta a Dr. Kartik Bose, hogy nem tudja megkérdezni Srila Prabhupádot, hogy kilépjen az állásáról, akkor azt a javaslatot tette, hogy Prabhupád legyen Észak-Indiában a területi képviselője a Gyógyszergyárnak. So Prabhupada accepted that proposal, that after all he'll be his own business, so he'll have free time. So Prabhupada shifted from Calcutta to Allahabad and he set up his business. Srila Prabhupada elfogadta ezt a javaslatot, mert így a saját üzletét tudta csinálni, és akkor elköltözött Calcuttából Allahabadba. Then Prabhupada mentioned that at that time his plan was that through his business he'll make a lot of money and then we'll go to the West.
És Srila Prabhupád mondta, hogy ebben az időben az volt a terve, hogy a cégéből csinál sok pénzt, és elmegy nyugatra, és ott fog prédikálni. But Prabhupada mentioned at that time that he was not successful in his business. És amikor ezt mesélte, akkor mondta, hogy hát nem volt sikeres az üzletben. And once Bhaktisiddhanta Sarasvithakur asked him how his business was doing, and Prabhupada said it was not going doing very well. És egy alkalommal Bhaktisiddhanta Sarasvithakur megkérdezte tőle, hogy mi az üzlet, és ő mondta neki, hogy hát nem túl jól. So then Bhaktisiddhanta Sarasvithakur told him that it was surprising that you are not doing very well, because to be successful in business, you have to love money, but you don't love money enough to be successful. És Bhaktisiddhanta Sarasvithakur mondta neki, hogy hát nem meglepő, hogy nem jól megy. Mert ahhoz, hogy jól menjen, ahhoz szeretni kell a pénzt, és te nem szereted eléggé a pénzt ahhoz, hogy jól menjen. So in his business, Prabhupada was not successful, and but he was continuously trying to help this mission of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvithakur. És így Srila Prabhupada nem volt túl sikeres az üzletében, de ugyanakkor folyamatosan törekedett arra, hogy segítse Bhaktisiddhanta Sarasvithakurt a missziójában. Eventually, Srila Prabhupada left home in 1956. He was like in Vanaprastha, and at that time, Bhaktisiddhanta Sarasvithakur's Gaudiya Math sort of disintegrated. But Prabhupada was trying to help his godbrothers to get together and revise the mission of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvithakur. And Prabhupada was trying to help them by writing and helping them in publishing their books and magazines. Próbálta segíteni őket az írásban, abban, hogy ki tudják adni a könyveiket, a magazinjaikat. But Prabhupada didn't get much support from them. De tőlük Prabhupada nem kapott túl sok támogatást. Rather, sometimes Prabhupada noticed that some of his godbrothers, when they saw that Prabhupada was becoming very prominent and very influential, then they politely asked him to leave. Hanem ehelyett azt tapasztaltam, hogy amikor az Isten testvérei felismerték, hogy Prabhupád milyen befolyásos személyé vált, akkor kedvesen, de megkérték, hogy távozzon. Then Prabhupád took sannyas from one of his godbrothers, Srila Keshav Maharaj. És ezután Srila Prabhupád sannyas vett az egyik Isten testvérétől, Keshav Maharajtól. And initially Prabhupád tried to work with his mat, with his establishment, but then Prabhupada saw that that's not also going to be possible. És próbált együttműködni, együtt dolgozni az ő matjával, az ő szervezetével, de aztán egy idő múlva megtapasztalta, hogy ez sem működőképes. So then Prabhupada went on his own, he started to print back to Godhead magazine and distribute them, started to translate Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. És végül Srila Prabhupád magánál is elkezdte nyomtatni a Vissza Istenhez magazint, a Bhagavad Gita-t és a Bhagavatamot. In this way we can see that all the time Prabhupada was actually trying to push this mission and spread it. És láthatjuk, hogy Srila Prabhupád újra és újra próbálta nyomni, hogy ez a misszió, hogy elterjedjen, és nem tudott ez megtörténni. But then until 1965-66, we can see that Prabhupada didn't succeed. Prabhupada was not successful. De láthatjuk, hogy 1965-1966-ig Srila Prabhupada nem volt sikeres. So he was telling, Prabhupada was telling that Bimalananda Karpati, that Ayurvedic doctor, that all this time he was trying to spread this mission of Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada mondta ennek az ajurvédikus orvosnak, hogy mindez idő alatt ő próbálta elterjeszteni Chaitanya Mahaprabhunak az üzenetét. But finally, when Chaitanya Mahaprabhu sent him to the West, then he made all the arrangements, and within a very short time, this movement spread miraculously
all over the world. És miután Sri Chaitanya Mahaprabhu elküldte Srila Prabhupádot a nyugatra, akkor csodálatos módon egy nagyon rövid idő alatt elterjedt az egész világon. I also had a good fortune of meeting Sumati Morarji, who was the chairperson of the Sindhya Steamship Company, in which Sri Prabhupada went to America. Szerencsém volt találkozni Sumati Morarjival, aki a vezetője volt annak a hajótársaságnak, amivel Srila Prabhupada nyugatra ment. Sumati Morarji was telling me that how Srila Prabhupada approached her to get a ticket, get a passage to go to America. Sumati Morarji elmondta nekem, Srila Prabhupada nagyon közelítette meg, hogy adjon neki jegyet, hogy el tudja menni Amerikába. At that time Prabhupada was in Bombay, and Prabhupada used to go to Sumati Morarji's house to read, to recite and explain Bhagavatam to her. She was very fond of listening to Prabhupada Bhagavatam recitation. Ebben az időben She was a very pious lady. She was from the Pallava Sampradaya. Egy nagyon jámbor hölgy volt, a Pallava Sampradájához tartozott. And she very much liked Srila Prabhupada and used to like to listen to Srila Prabhupada's recitation of Bhagavatam and explanation of Bhagavatam. Nagyon szerette Srila Prabhupádot, és nagyon szerette hallgatni, hogy Srila Prabhupáda olvassa a Bhagavatamot, és magyarázza azt. But when Prabhupada asked her to give a passage to America, she was very much opposed to that idea. És amikor Prabhupád kérte, hogy adjon meg egy jegyet, amivel el tud menni Amerikába, akkor nagyon ellenezte ezt az ötletet. It's quite natural because Prabhupada was 70 years old and she felt, what will Prabhupada do going to America? Ez természetes volt, Prabhupada 70 éves volt, és úgy gondolta, mit fog Prabhupada csinálni. But Prabhupada's point was that my Guru Maharaj gave this instruction and at this very end of my life, I want to at least give it a try. All my life I was trying, but I didn't succeed. But now I just want to give a last chance if I can do something about it. Srila Prabhupada azt mondta, hogy ez volt a Guru Maharajának a kérése, és ha bár egész életemben próbálkoztam, ezt meg akarom próbálni, adjak magamnak egy utolsó esélyt, most már idős vagyok, ez az utolsó esélyem arra, hogy csináljak valamit. So Sumati Morarji just kept on insisting, telling Prabhupada, please don't go. You're 70 years old, and you do not know what America is like. You won't have any. You don't know anybody there. You won't have any food also to eat there. Sumati Morarji pedig tartotta magát ahhoz, hogy kérdezte Prabhupádot, hogy ne menjen el. 70 éves vagy, nem is tudod, hogy mi van Amerikában, nem ismersz, hogy senkit, de hogy még enni valahogy se lesz. She even told him, in America, who will listen to you? Még azt is mondta, hogy Amerikában ki fog téged meghallgatni? They're not interested in this spiritual culture. Őket nem érdekel a lelki kultúra. And on top of that, the passage in a cargo ship was going to be very, very difficult. És ezen kívül egy átkelés, egy teherhajó nagyon-nagyon nehéz. And then finally she told Prabhupada that you are like my father. How can I allow my 70-year-old father to go to the West? Alone. És végül azt mondta, hogy olyan vagy, mint az apám, hogyan engedhetném el a 70 éves apámat egyedül a nyugatra. So at that point, when Prabhupada almost gave up, then he actually took that point. És azon a ponton, amikor Srila Prabhupada majdnem feladta, akkor érte el áttörés. And Prabhupada said, your father is making one simple request to you. Please give him a passage. Prabhupád azt mondta, hogy az apád arra egy nagyon egyszerű dologra kér, csak ad egy jegyet, amikor el tud menni. So at that point, Srimati Maharajnak, hogy say no. És akkor ezen a ponton nem tudta azt mondani, hogy nem.
But Subhadra Maharaj made it a point that whenever Srila Prabhupada wanted, he could come back. He made his return also clear, I mean sure, he gave a return ticket. That whenever Prabhupada wanted, he could actually take the ship back. Now in this way Srila Prabhupada went to America. As you all know, it took him about 21 days to reach in America. 26 days actually to reach America. And it was not easy to go in a cargo ship. He was the only passenger. És nem volt könnyű neki utazni ezen a teherhajón. Ő volt az egyetlen utasa, aminek a teherhajóban. Rest of them were all crews. Attendant of the ship. A többiek azok mind a hajónak a személyzete volt. And Prabhupada had two heart attacks on the way. És Prabhupádnak két szívrohamó volt az úton. At that time Prabhupada actually did not even know what happened to him. Because there was no doctor. Prabhupád nem is tudta, hogy mi történt vele, nem volt orvos a hajón. And in this way Srila Prabhupada arrived in America. És így érkezett meg Srila Prabhupád Amerikába. And when Srila Prabhupada, in Prabhupada's own words, Prabhupada did not know when he arrived in New York whether he would turn right or to left. És Srila Prabhupád személyesen azt mondja, hogy amikor megérkezett New Yorkba, azt se tudta, hogy jobbra menni, vagy balra. He did not know anybody in America. Senki se ismert Amerikában. The only person he knew was the person who gave him the sponsorship letter to get the visa. Egyetlen személyt ismert, aki adott neki egy meghívó levelet, hogy megkapja a vízumot. That was the son of one of his acquaintances from Mathura. Az egyik ismerősének a fia volt Mathurából. And that person was in America. He gave one letter to Srila Prabhupada just to get the visa. He never thought that he would have to do anything more than that. És ez a személy, ő adott egy meghívó levelet, hogy Srila Prabhupada megkaphassa a vízumot, de sose gondolta volna, hogy Prabhupada ennél többet is akarna. And he actually, and Prabhupada wrote to him just before leaving, that I'm coming to America. Can you please make some arrangements? És Prabhupád közvetlenül mielőtt elindult volna, írt neki egy levelet, hogy jövök Amerikában, tudsz valami elrendezést tenni. So Prabhupada did not even know whether he was going to do anything, because there was no way of receiving any response from him. És Prabhupád nem tudta, hogy fog-e valami történni, mert nem volt fogadás, semmi visszajelzés nem volt tőle. But Gopal Agarwal, this gentleman, was a very nice person. És ez az ember, Gopal Agarwal, egy nagyon and he actually did make some arrangements for Srila Prabhupada. He got one agency to receive Srila Prabhupada and put him in a bus to Butler, Pennsylvania. And he made that arrangement for Srila Prabhupada. Megkérte egy ügynökséget, hogy fogadják Srila Prabhupádot, tegyék fel egy buszra, és jutassák el Pennsylvania-ba. And that was Krishna's mercy that he made this arrangement. And Prabhupada arrived in Butler in a bus. És ez Krishna elrendezése volt, hogy megkérte ezt az elrendezést, és Prabhupada busszal megérkezett Butlerba. In the middle of the night, he arrived and Gopal Agarwal received him. Az éjszaka közepén, és a busz állomáson Gopal Agarwal várta őt. But he made arrangements for Srila Prabhupada's stay, not in his house. He made arrangements for Prabhupada to stay in the YMCA, Young Man's Christian Association, some kind of a charity thing. És de nem úgy rendezte el, hogy Prabhupádnál lakhasson, hanem egy olyan helyet intézett el, ami olyan, mint egy kollégium. It was a very simple accommodation. Nagyon egyszerű szállás. Ami beintézett Prabhupádnak. And it is understandable, because Gopal was a young man in America, married to an American lady, sadly on the world.
És az érthető volt, mert Gopal egy fiatal ember volt Amerikában, aki egy amerikai hölgyet vett feleségül, Sally. But since Srila Prabhupada came to America and he had no other place to go, he made this arrangement for Srila Prabhupada. De mivel Prabhupada elment Amerikába, és nem volt neki más hely, ahol mehetett volna, akkor ezt a helyet intézte el neki. Srila Prabhupada stayed in Butler, Pennsylvania for a few days, and Gopal made some arrangement for some lecture for in some institutes and in the houses of some people. Srila Prabhupada pár napig maradt Butlerben, és Gopal Prabhupada elintézett neki egy pár leckét, amit adhatott embereknek az otthonába vagy intézményekben. But Prabhupada's mission was not to just stay in a small place like Butler. Prabhupada wanted to be in a big city. De Prabhupada-nak a missziója nem szorulhatott be egy ilyen pici helyre, mint Butler, ő egy nagy városba akart menni. So after staying in Butler for a few days, Srila Prabhupada moved to New York. És miután egy pár napig Butlerben volt, akkor utána Srila Prabhupada elment New Yorkba. In the meantime, Srila Prabhupada made some acquaintance with one, Dr. Mishra, who was actually a medical doctor, but he became a yoga teacher and started his ashram called Ananda Ashram. És felvette a kapcsolatot Dr. Mishrával, aki egy orvos volt, de elkezdte a saját yoga ashramját, az Ananda ashramot. So Prabhupada, here Dr. Mishra invited Prabhupada to come and stay in the ashram for some days. És Dr. Mishra meghívta Prabhupádot, hogy menjen el, és ő maradjon pár napra az ő ashramjában. So Prabhupada went to New York, and he was staying at Dr. Mishra's ashram. But Prabhupada was having difficulty because this Dr. Mishra was a Mayavadi. Prabhupada elment New Yorkba, és ott töltött egy pár napot Dr. Mishra-nak az ashramjában. De ez nagyon nehéz volt neki, mert Dr. Mishra így Mayavadi volt. They were friendly, but their ideology was completely different. Barátságos volt, de az ideológia, amit követett, az teljesen eltér. And sometimes Dr. Mishra would allow Prabhupada to speak to his students. But then Dr. Mishra started to notice that his students are becoming more attracted to Srila Prabhupada. Dr. Mishra megengedte, hogy Prabhupada beszéljen pár alkalommal a tanítványaihoz, de aztán észrevette, hogy a tanítványai jobban tetszik Prabhupada, mint ő. So Prabhupada then moved out of the ashram, he rented a small place. És akkor Prabhupada kiment ebből az ashramból, és kivirelt egy pici helyet. And Prabhupada's source of income was just the Bhagavatam that he had brought, translated and printed, first three volumes. He used to go out and distribute them and get some money. És Prabhupada egyetlen bevételi forrásai azok a Bhagavatam, amelyek voltak, amiket lefordított, kinyújtottak, és az első három kötet volt, és ezeket osztotta, ebből volt bevétele. But there also the janitor stole his typewriter and tape recorder. És ott a szálláson ellopták a felvevőjét és az írógépét. So Prabhupada was very disgruntled and he left. He decided to leave that place. Prabhupada nagyon szomorú volt, és úgy döntött, hogy elhagyja ezt a helyet. So in the meantime, Prabhupada made acquaintances with some young boys. Prabhupada ez idő alatt megismerkedett pár fiatal fiúval. And through them, Prabhupada made some arrangement to stay, share a loft with one young American boy. És az ő segítségükkel Prabhupada egy fiatal amerikaival osztozkodott egy padlásszobán. Loft is like in New York, you get these tall buildings and the rooftop, the top part, is meant for storage. But sometimes that area is kind of done up and rented out. Ezek a padlás lakások, New Yorkban úgy néznek ki, hogy vannak ezek a magas épületek, és a padlást általában raktárként használják, de néha a lakást csinálnak belőle. A very simple arrangement. And Prabhupada was sharing that place with his boy David Allen.
nagyon egyszerű körülmény volt, és Prabhupád ezzel a fiúval, David Allen-nel osztozkodott rajta. David Allen initially was responding to Srila Prabhupada's teachings very nicely. David Allen a kezdetekben Srila Prabhupád tanításaira nagyon jól reagált. Prabhupada even wrote to some of his godbrothers in India about David Allen, and he felt that David Allen would be his first American disciple. Még az Isten testvéreinek is írt egy levelet, hogy találkozott David Allen-nel, és úgy érzi, hogy ő lesz az első amerikai tanítványa. But unfortunately, David Allen went back to his bad association again. De sajnálatos módon David Allen visszament a korábbi rossz társaságába. And he started to take drugs. És elkezdett drogozni. And one day when David Allen was high on LSD, he attacked Srila Prabhupada. És egy napon, amikor David Allen be volt lőve LSD-vel, akkor megtámadta Srila Prabhupádot. Srila Prabhupada just climbed down the stairs and came to the street. Srila Prabhupada elment a lépcsőn, kiment az utcára. I mean, you can see what Srila Prabhupada had gone through at the age of 70, going through all these difficulties, just to spread Krishna consciousness, fulfilling the instruction of his teaching master. Képzeljétek el, hogy Srila Prabhupada 70 évesen mindezeken a dolgokon keresztül ment, csak azért, hogy beteljesítse a lelki tanítómesterének a kérését. The only place that he had to stay, now he lost it also. Az egyetlen hely, ahol maradhatott volna, azt most elvesztette. But there was one very nice boy that Prabhupada met, was Michael Grant. So Prabhupada called Michael Grant. De volt egy nagyon kedves fiú, akivel Prabhupada találkozott, Michael Grant, és Prabhupada felhívta őt. And he told him what happened. Michael Grant could not accommodate Prabhupada in his own place, but he arranged for Prabhupada to stay with a friend of his. És elmondta neki, hogy mi történt. Michael Grant nem tudta Prabhupádot a saját szállásán fogadni, de elrendezte neki, hogy egy barátjánál lakhat. So the arrangement that was made with somebody who was living with his girlfriend. És ez a lakhely egy olyan hely volt, ahol aki ott lakott, a barátnőjével lakott együtt. And he had a cat in his house. És volt egy macskájuk a házban. But Prabhupada tolerated all these difficulties. De Prabhupada eltűrte mindezeket a nehézségeket. And then this Michael Grant actually got place 26 Second Avenue for Srila Prabhupada. És végül ez a Michael Grant volt az, aki a 26. sugár úton megszerezte ezt a helyet Prabhupádnak. So he then also got one apartment behind that 26 Second Avenue for Srila Prabhupada. Egy apartment a 26. sugár úton lévő helyen mögött. So that is how the Krishna consciousness started to take its shape. És ez az, ahogy a Krishna tudatos mozgalmunk elkezdődött, ahogy kezdte elnyerni a formáját. In 26 Second Avenue, Prabhupada started to hold Bhagavad Gita classes in the evenings. A 26. sugár úton Prabhupada elkezdett este Bhagavad Gita leckéket adni. And the young boys and girls started to come. És a fiatal fiúk és a lányok elkezdtek jönni. Not so much to listen to Bhagavad Gita, but to make music with Swami. Nem pont azért, hogy hallgassák a filozófiát, hanem azért, hogy zenének a Swami-val. And Prabhupada also was very affectionate towards them, like he used to explain to them about Bhagavad Gita, the importance of the chanting of the holy name. És Prabhupada nagyon kedves volt velük, elmagyarázta nekik a Bhagavatamot, és hogy miért fontos énekelni a szent nevet. And at the end of the program, Prabhupada would give them some prasadam. És a program végén adott Prabhupada nekik egy kis prasadam. Sometimes just one apple he would cut into small pieces and give it to them. Néha csak egy almát pici darabokra vágott, és azt osztotta szét. And as a result of that, their hearts started to change. És ennek eredményeképpen a szívük kezdett megváltozni. They loved Srila Prabhupada's prasad, especially Prabhupada's cooking. Nagyon szerették Srila Prabhupada-nak a prasadamját, főleg amikor Prabhupada főzött. They loved the sweets that Srila Prabhupada made, gulab jamun.
nagyon szerették azokat az édességeket, amit Srila Prabhupád készített, a gulab jamun. And Prabhupád also, whatever little money that he got, with that on Sundays he would go to the Chinatown, buy the bhoga, and alone Prabhupád would cut the vegetables, cook a feast, and in the evening, in the afternoon, evening, these boys and girls would come, and they would take to the Sunday feast program. És Prabhupádnak, hogyha volt egy kis pénze, akkor elment Chinatownba, bevásárolt a bhogát, fölgrabolt a zöldségeket, megfőzött, és vasárnap délután ezekkel a fiúkkal és lányokkal csinált a vasárnapi programot. And Prabhupád was so merciful to them that he would cook for them, not only cook for them and serve them, but Prabhupád would also arrange everyone left. The room was dirty, the place that was full with pots and pans, and Prabhupád had to wash them all. És Prabhupád annyira kegyes volt hozzájuk, hogy nem csak ő főzött nekik és osztott nekik, hanem amikor elmentek, és az egész hely piszkos volt, és ott voltak az edények, akkor személyesen ő volt az, aki feltakarított. In this way actually the Sunday feast program started. Igazából így indultak a vasárnapi program. Prabhupád called this the Sunday love feast. És Prabhupád ezeket úgy hívta, hogy vasárnapi szeretet. Because this was the way Srila Prabhupád distributed Krishna prema. Mert így módon osztotta Srila Prabhupád a Krishna prémát. And they responded, these young boys and girls, become more and more attracted to Srila Prabhupada. És ezek a fiúk és lányok úgy válaszoltak Srila Prabhupádnak, hogy egyre inkább vonzódtak hozzá. Then some boys didn't want to go back to their own place. They wanted to stay with Srila Prabhupada. Aztán pár fiú már nem akart hazamenni többet, hanem szerettek volna Srila Prabhupáddal maradni. So this was the first ashram of ISKCON. Így mondan elindult, hogy ez az ISKCON első ashramja. And then one girl, Judy, she wanted to move in. És aztán egy lány, Judy, ő is szeretett volna beköltözni. Srila Prabhupád said no. Girls cannot stay. Srila Prabhupád mondta, nem, lányok nem jöhetnek. But she kept on insisting and saying that she doesn't have any home. Her father is not her father and Srila Prabhupád is actually her father. De meg csak mondogatta, hogy de igen, neki nincs otthona, az apja nem az igazi apja, igazából Srila Prabhupád az apja. Finally Prabhupád had to allow her to stay. És végül Prabhupád megengedte neki, hogy maradjon. Prabhupád apartment had two rooms, and Prabhupád allowed her to stay in the other room. Prabhupádnak az apartmanjában két szoba volt, és akkor megengedte neki, hogy ott legyen a másik szobában. Then Srila Prabhupád health initiation. És aztán Srila Prabhupád avatást adta. And some boys and girls got initiated, and among them also was Michael Grant, who became Mukunda Das. És pár fiúnak és lányt felavatott, és ezek közül Michael Grant is ott volt, és az ő neve az lett, hogy Mukunda Das. Who later became Mukunda Goswami. Később Mukunda Goswami lett. Or Mukunda Maharaj. Mukunda Maharaj. Mukunda Maharaj actually played a very, very significant role in Prabhupada's spreading Krishna consciousness and establishing ISKCON. Igazából Mukunda Maharaj nagyon jelentős szerepet játszott abban, hogy Prabhupád el tudja terjeszteni a mozgalmat, hogy meg tudja alapozni az ISKCON. He got the 26th Avenue for Srila Prabhupada. Ő szerezte meg a 26. sugár után ezt a helyet Srila Prabhupádnak. And after initiation, Prabhupada, those days in America, the young boys and girls used to live together without getting married. És avatás után Prabhupada kezdte mondani a dolgokat, abban az időben a fiúk és a lányok Amerikában csak úgy együtt éltek és nem házasodtak össze. So Michael also had his girlfriend, Jenny. És Michaelnek is volt egy barátnője, Jenny. So after they got initiated, Michael became Mukunda. And Jenny became Janaki. És avatás után Michael Mukunda lett, Jenny became Janaki. So Prabhupada told them that now that you have got initiated, you cannot live like girlfriend, boyfriend.
Prabhupád mondta nekik, hogy most már avatott bakták vagytok, nem jöhettek együtt úgy, mint a barátok, barátok és barátnők. So you have to get married. Össze kell állítanunk. So soon after the first initiation, Prabhupada also conducted the first wedding ceremony. Nem sokkal az első hatás után, Prabhupada bemutatta az első házassági ceremóniát is. Sannyasis generally do not conduct wedding ceremony, but for the sake of spreading Krishna consciousness, Prabhupada did that. A sannyasik általában nem csinálnak esküvői szertartásokat, de annak érdekében, hogy Prabhupada el tudja terjeszteni a Krishna tudatos mozgalmat, ő megcsinálta. So this way Mukunda and Janaki got married. And then Prabhupada told Mukunda, after hearing that in San Francisco all the American youth are gathering. És így Mukunda és Janaki összeházasodtak, és hallotta Prabhupada Mukundától, hogy San Francisco-ban az összes fiatal összegyűlt. So Prabhupada told Mukunda to go to San Francisco and find a place like this. 26 Avenue, storefront, and then Prabhupada told him that then he would go to San Francisco. És Prabhupada mondta Mukundának, hogy menjen el San Francisco-ba, találj egy ilyen helyet, ami hasonló ehhez a 26. sugárúti földszinti helyhez, és akkor én is elmegyek oda. So Mukunda Maharaj then went to his own place, Seattle first, and there he convinced two of his very good friends, who later became Shamsundar Prabhu and Guru Das Prabhu, to also join. Mukunda Maharaj elment a szülőhelyére, Seattle-be, vagy hát ahol lakott, és ott meggyőzte két barátját, hogy ők is csatlakozzanak, és ők belül ők lett Shamsundar és Guru Das. So Shamsundar Prabhu's wife was Malati Mataji. Shamsundar Prabhu-nak a felesége volt Malati Mataji. And Guru Das Prabhu's wife was Jamuna Mataji. És Guru Das Prabhu-nak a felesége pedig Jamuna Mataji. So the six of them went to San Francisco and they found a storefront like the 22nd Avenue near the Golden Gate Park where the hippie movement was really booming. És ők elmentek San Francisco-ba és találtak egy földszinti helyet, ami hasonló volt a 26. sugárútól lévő helyen, és ez közel volt a Golden Gate Parkhoz, ahol az egész hippie mozgalom kialakult. So when they set it up, Prabhupada went there. És amikor elkészültek, Prabhupada oda ment. And Prabhupada started to preach, and many young boys and girls started to respond. Prabhupada elkezdett prédikálni, és a fiatal fiúk és a lányok elkezdtek elmenni. Then one day, these three couples got a beautiful gift for him. És a small figure. Egy napon ez a három házaspár talált egy nagyon szép ajándékot neki, egy ilyen kis figurát, ami fekete volt. So just as they showed it to Srila Prabhupada, Prabhupada immediately offered obeisances to him. És amikor megmutatták ezt Prabhupádnak, akkor Prabhupád egyből ajánlotta a bódulatát. So they thought they found something nice in a curio shop to give to Srila Prabhupada. And Prabhupada offering obeisances to that. Úgy gondolták, hogy találtak valami kis aranyos csecsebesét Prabhupádnak, de Prabhupádnak egyből ajánlott a gondolaták neki. And Prabhupada then asked, is there other figures like this? Prabhupád kérdezte, voltak más hasonló figurák is? They said, yes, there were some two other figures. Akkor mondták, hogy igen, volt két hasonló. And so Prabhupada said, go and get them. So Prabhupada mondta, hogy szerezzétek meg őket. So they went and got them. Oda mentek és megszerezték. And this is how Jagannath Baladev and Subhadra appeared in ISKCON. És ez az, ahogy Jagannath Baladev és Subhadra megjelent az ISKCON-ban. Shamsundar knew how to do, how to carve wood. Shamsundar Prabhu, ő tudta, hogy hogyan kell faragni. So Prabhupada asked him whether he could carve this és akkor Prabhupád kérdezte, hogy ki tudná-e faragni őket nagyobb méretben. So Shamsundar carved Jagannath Baladev Subhadra 80 according to those small figurines. És ezeknek a pici figuráknak az alapján Shamsundar Prabhu
kifáradt a Jagannath a taladékot, és szóval lehet nagyon problémát. And Prabhupada extraordinary the temple in San Francisco. És Prabhupada beállította őket a San Francisco-i templomba. In the storefront in San Francisco. A földszinten San Francisco-ban. And one, this is how they started to worship Jagannath, Baladev and Subhadra. És így kezdték el imádni Jagannath, Baladevot és Subhadra. And one day, one afternoon, Prabhupada came to the temple and he found that Jagannath is missing. Egy napon, egy délután, Prabhupada elment a templomba és látta, hogy nincs a Jagannath. So he asked, where is Jagannath? És kérdezte, hol van Jagannath? And they told him that the devotees have taken Jagannath to Golden Gate Park. És akkor mondták neki, hát a bakták kivitték Jagannath a Golden Gate Parkba. So Prabhupada immediately went to Golden Gate Park. Prabhupada egyből elment a Golden Gate Parkba. And he found that all these boys and girls along with the devotees, they are chanting and dancing around Jagannath. És látta, hogy mindezek a fiatal fiúk és lányok a baktákkal együtt táncolnak a Jagannath körül. Although initially Prabhupada was quite annoyed, but seeing them chanting and dancing like that, Prabhupada's heart. Elvetőleg Prabhupád nagyon mérges volt, hogy föl volt itt hárműbe, de amikor látta ezeket a fiúkat és a lányokat, hogy ott táncolnak és énekelnek, akkor megengült a szíve. And then Prabhupád told them that how you cannot take the deities out of the temple whimsically. És akkor Prabhupád elmagyarázta nekik, hogy szeszélyesen nem szabad a múzikat kivinni a templomból. But there is a way to take the deities out of the temple. De van egy módja annak, hogyha ki akarjátok vinni a múzikat a templomból. Then Prabhupada told them about the Ratha Jatra, how Jagannath can be taken out the Ratha Jatra festival. És akkor elmesélte nekik a Ratha Jatrát, hogy Jagannathot hogyan lehet kivinni a templomból. So then they arranged for a Ratha Jatra. És akkor ők elrendezést tettek egy Ratha Jatrának. One flatbed truck. Volt egy ilyen platós teherautó. They decorated the truck and took the Jagannath Baladev Subhadra out of it. És kivitték Jagannathot, Baladevot és Subhadrát, hogy legyen egy szekér fesztivál. But this festival became so popular that very soon the mayor of San Francisco announced this Ratha Jatra festival day as a holiday. És annyira népszerűvé vált ez a fesztivál, hogy San Francisco-nak a polgármestere bejelentette, hogy a Szekér Fesztivál napja az egy ünnepnap. There came one very wonderful devotee, Jayananda Prabhu. És akkor jött egy nagyon csodálatos bakta, akit úgy hívnak, hogy Jayananda Prabhu. He was an engineer, but he did not like to work as an engineer. He rather was driving taxis. Ő egy mérnök volt, de nem szerette a mérnöki munkát, és taxisofőrként dolgozott. And he became attracted to Srila Prabhupada. És ő is elkezdett vonzani Srila Prabhupádhoz. And because he was an engineer, he knew he was given the assignment to build a proper chariot for Lord Jagannath. És mivel a mérnök volt, akkor ő kérte meg arra, hogy építsen egy megfelelő szekrényt Jagannath számára. So the chariot that we have in ISKCON is actually was designed by Jayananda. És így ez a szekér, amit az ISKCON-ban használunk, ezt a Jayananda Prabhu tervezte. He was an amazing devotee. Egy különleges bhakta volt. Although extremely qualified, but he was extremely humble. Ő nagyon jó képesítésű volt, de nagyon alázatos is volt. And while he was even building Ratkart, he used to make devotees there. És úgy építette a szekeret, hogy azzal is baktákat csinált. Someone once told me how he became a devotee. Valaki elmesélte nekem, hogy ő hogyan lett bakta. He saw Jayananda Prabhu was building the cart, and out of curiosity, he stood there watching him. Látta, hogy építik a szekeret, és akkor egy kíváncsiságból csak ott áldogált. So Jayananda Prabhu asked him, hey, can you please help me? Jayananda Prabhu mondta neki, hogy hey, nem tudnás kicsit segíteni? So he said, look, I'm nailing these nails. So you hold the nail and I'll help. És akkor mondta neki, nézd itt szögerek, te csak fogd a szöget, én megütöm a kalapáccsal.
And then he started to tell him that you are doing a great job. És akkor mondta neki, hogy nagyon nagy dolgot csinálsz most. You are really good. Nagyon jó vagy. Then he said that, why don't you take the hammer also and start hammering? Én megfogtam a kalapácsot, és is kalapáltam. And so he started to take the nail and started to hammer. És akkor ő kezdte bekalapálni a szögeket. And he watched for a while. He said, you kept on encouraging me. You're doing a great job. You're a professional man. És akkor így nézte egy darabig, és így bátorította, hogy nagyon jól csinálod, nagyon profi vagy ebben. And then, he let him do the nailing. He went and started to do the nailing. És akkor hagyta, hogy szögeljen, ő pedig valami más csinál. Then at the end of the day he said that you are so good at it, why don't you come back tomorrow also? És a nap végén mondta, hogy te annyira jó voltál, miért nem jössz vissza holnap is? So next day he came, the day after that he came, and eventually he became a devotee. És akkor eljött következő nap, és utána is, és végül baktává vált. Another story I heard about Jayananda Prabhu. Jayananda Prabhu, it was Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu. So this is how Jayananda Prabhu was. And ultimately, Jayananda Prabhu became the temple president. Aztán Jayananda Prabhu lett a templom president, a templomban. But he was so humble that wearing overalls, he would carry the garbage. De olyan alázatos volt, hogy ő volt az, aki mindig kivégte a szemetet. So one day somebody came and asked him, where the temple president was. Egy nap jött valaki, és akkor kérdezte tőle, hogy hol van a templom president. So he was wearing the overall and carrying the garbage. So he said, the temple president is inside. Kabarában volt, és akkor mit tekel szemetet, és mondta, hogy a templom president ott kint van. So this is how humble he was. And Prabhupada also was very, very affectionate to him. Nagyon alázatos volt, és Srila Prabhupada nagyon kedves volt vele. Then Mukunda Maharaj and these three of them, they decided to go out of America. És akkor Mukunda Maharaj, illetve igazából ez a három pár úgy döntött, hogy ők kimennek Amerikán kívülre. So in America, Krishna consciousness movement is spreading. From San Francisco, they went to Montreal, Denver, and Toronto. Vancouver, so all these places, the ISKCON movement started to spread. So they thought, now we have to take the movement out of America. Amerikában elkezdett terjedni a mozgalom, San Francisco-ba elmentek Montreal-ba, Vancouver-ba és a többi városba. Akkor látták, hogy Amerikában terjed a mozgalom, szóval úgy döntöttek, hogy akkor ki kell mozdulniuk Amerikából. So what is the best place to go? És mi lenne a legjobb hely? England. Amerika. London. They decided to go to London, and they came and met Srila Prabhupada in Montreal. Took his blessings. Úgy döntöttek, hogy elmennek Angliába, és Montreálba találkoztak Srila Prabhupáddal, hogy megkapják az áldását. So Prabhupada was very happy with this idea. És Prabhupádnak nagyon tetszett ez az ötlet. So Prabhupada gave them his blessings, and they left. But they didn't have enough money to fly to London directly. Prabhupada adta az áldásait, de és ők elindultak, de nem volt elég pénzük arra, hogy közvetlenül Londonig elrepüljenek. They took a cheap flight from New York to Amsterdam to Luxembourg. Egy olcsó repülővel mentek New Yorkból Luxembourgba. And they thought that from Amsterdam they will go across the channel. És úgy gondolták, hogy Amsterdamból átkelnek a csatornán, és úgy fognak eljutni Angliába. But when they came to Amsterdam, they found that to enter into UK, enter into England, you need to show certain amount of money.
De aztán, amikor Amsterdamban voltak, akkor megtudták, hogy ahhoz, hogy beléphessenek a Nagy-Britanniába, ahhoz fel kell mutatniuk egy bizonyos összeget. Now they didn't have enough money to all six of them go together. De nem volt elég pénzük arra, hogy minden hatuk belépjen oda. So they collected all the money they had, and that was good enough for just two to go. És összegyűjtötték az összes pénzüket, és az csak arra volt elég, hogy ketten menjenek. So the first couple went to London and they wired the money back to Amsterdam so that the second couple could go. Csak az első pár benne átutalták a pénzt Amsterdamba, és akkor így a második pár jutott benne. So in this way they went to London. És akkor így elmentek Londonba. And in London they didn't have any place to stay. És Londonban nem volt semmi helyre, ahol tudtak volna lenni. They used to stay in the houses of some Indians who very kindly allowed them to stay in their houses. Indiaiaknak a házában laktak, nagyon kedvesen megengedték nekik, hogy ott lakjanak. But those Indians were also not very wealthy, they were quite poverty stricken. De ezek az indiaiak sem voltak gazdagok, őket is sújtotta a szegénység. But still they were kind to them and they allowed them to stay, but they were not showing any interest in their teaching. Nagyon kedvesek voltak, megengedték, hogy maradjanak, de nem mutattak semmiféle érdeklődést a tanításaik iránt. After a struggle for a long time, they couldn't make any success. Hosszú időn keresztül küzdöttek, de nem voltak sikeresek. Then one day they saw a poster, a picture of the Beatles dressed up like Indians. Aztán láttak a Beatles-ről egy képet, ahol úgy voltak felöltözve, indiai ruhába voltak felöltözve. So they got the idea that maybe the Beatles will be interested. És akkor gondolták, hogy hát akkor lehet, hogy a Beatles meg fog. Because they are already showing interest in Indian culture. Mert már eleve érdeklődnek az indiai kultúrájára. They already spent time in Rishikesh. In the ashram of Maharishi Mahesh Yogi. És Rishikeshben már eltöltöttek valamennyi időt Maharishinak, a yoginak az ashramjában. And also they were interested in Indian music, so they thought that maybe the Beatles can be interested in Prabhupada's teachings. És érdeklődtek az indiai zenei iránt is, úgyhogy gondolták, hogy hát lehet, hogy érdekelni őket majd Prabhupádnak a tanítása. But those days the Beatles were the most important celebrity. De ebben az időben a Beatles volt a legjelentősebb teljesebb hírességek az egész világon. So approaching them was not easy. Megközelíteni őket nem volt könnyű. But one day Shyamasundar just bumped into one of his acquaintances from San Francisco. His name was Rock Scully. He was the manager of the rock group called Grateful Dead. Egy napon Shyamasundar összefutott egy régi San Francisco-i ismerősével, akit úgy hívtak, hogy Rock Scully, és ő volt egy ilyen zenész csapatnak a menedzser, akiket úgy hívtak, hogy... And Rock Scully told him that he came to meet the Beatles. És Rock Scully pedig azt mondta, hogy el tudja intézni, találkozhassanak a Beatles-szel. He had some business with the Beatles, and Shyamasundar asked him whether he could introduce him into the Beatles. Volt valami dolga a biznisszel, és akkor Shyamasundar kérdezte, hogy bemutatná-e őt a biznisznek. So Rock Scully agreed, and one day Shyamasundar was supposed to meet him in the Apple studio. És Rock Scully berendezett ebbe, és akkor volt egy nap, amikor az Apple stúdiójában kellett volna, hogy találkozzon a Shyamasundarral. So they all were very excited that finally they get to meet the Beatles. És nagyon izgatottak voltak, hogy találkozhatnak a Beatles-szel. Jamuna made a cake with the Apple sign on the icing. Jamuna csinált egy tortát, amin egy alma jel volt. Ez az Apple stúdió, az alma stúdió benne van. And so Shyamasundar went there cake. But when he tried to get in, the gatekeeper, the guard, stopped him. Shyamasundar próbált bevenni az Apple stúdióba ez a tortával, de az őrök megállította. So he asked him whether he had an appointment.
appointment. And Shamsundar said that yes, Rox Kali made an appointment with him. And the guard was not impressed and he would let him go. És kérdezte az őr, hogy meg volt-e beszélve egy időt. Mondta, és akkor mondta, hogy igen, meg volt beszélve Rox Kalival, de az őrt ezt nem elégítette ki ez a válasz, és nem engedte őt be. So at that time, John Lennon's wife, Yoko Ono, just drove in there. És pont ekkor John Lennon-nak a felesége Yoko Ono, ő akkor hajtott be. So seeing Shamsundar dressed in dhoti kurta and westerner dressed in dhoti kurta, she just inquired, "Oh, are you a friend of John?" És látta, hogy and Shamsundar said, "Yes, yes." Látta, hogy itt van egy nyugati, aki dhotiban van és kurtában van, és ott kérdeztek egy Johnnak a barátjában, és köszönöm szépen, mondta, hogy igen, persze. So you gonna ask, you know, so he went inside, he was sitting in the reception, thinking that maybe when Rox Kali comes, he will introduce him to the rituals. But at that time, George Harrison just came out of his chamber, and when he was passing by, he saw Shamsundar. And he walked up to him and asked him, "Hey, where have you all been? I've been searching for you everywhere since I've seen you all in San Francisco chanting in the streets." És akkor George Harrison pont akkor jött a szobájából, meglátta Shamsundart, és oda ment hozzá, és akkor azt kérdezte, hogy "Tam, hol voltál?" Amióta látta, hogy megnézeket San Francisco-ba, azóta mindenhol kerestem egy benne. So Shamsundar was very excited. He said, "Yes, we came to London and we are here. So we can meet." És Shamsundar nagyon lelkes volt, és mondta, hogy mi eljöttünk Londonba, és ha akarod, akkor találkozhatunk. And then George Harrison said, "Come and meet me. Come to my house one day." És akkor George Harrison mondta, hogy ez nagyon jó, gyertek el a házamba innen. That is how their friendship started. Itt kezdődött a barátságuk. And you know what George Harrison did? És tudjátok, hogy utána mit csinál George Harrison? They made an album called My Sweet Lord. Csináltak egy albumot, aminek az a címe, with the chanting with the chanting of Hare Krishna mantra. Amiben énekelik a Hare Krishna mantra. At that time, that album actually created a sensation all over the world. És igazából ez egy ilyen lökés hullámot adott az egész világnak. At that time, I was in Germany in 1971, and one of my American friends, Bill McCabe, who was an exchange student from Ohio. So he came and he showed me that album. He gave me that album actually. That album, a tape. Abban az időben, 1971-ben Németországban voltam, és volt egy amerikai barátom Ohio-ból, és ő hozott nekem ezt az albumot, elhozta nekem kazettán. So that way we can see that how much sensation this album. És láttuk, hogy mekkora hatása volt ennek az albumnak az egész világon. So this is how then George Harrison got involved with ISKCON. És akkor így került George Harrison az ISKCON társaságába. Then on their, when devotees told Prabhupada, wrote to Prabhupada, and Prabhupada came to America, came to London. Ezt a bakták megírták Prabhupádnak, Prabhupád pedig eljött Londonba. Prabhupada stayed in the house of John Lennon. Prabhupada John Lennonnak a házában volt. And Prabhupada decided, and Prabhupada asked George Harrison to help him. Prabhupada kérte George Harrison, hogy segítsen neki. And George Harrison helped him to print the Krishna book. És George Harrison segített neki, hogy megmutatták a Krishna könyvet. Then George Harrison also got the Bhaktivedanta banner. And George Harrison szerezte meg a Bhaktivedanta banner. So at that time when Krishna consciousness movement started to spread so effectively in UK, in London, Srila Prabhupada called Tamal Krishna Maharaj to come and help the movement there. És akkor ott a Nagy-Britániában nagyon szépen terjedt a Krishna tudatos mozgalom,
Srila Prabhupada elhívta Tamal Krishna Maharajot, hogy jöjjön el és segítsen. Then Tamal Krishna Maharaj came and he started introduce the book distribution. He started to make devotees. This is how the movement started to spread. És Tamal Krishna Maharaj eljött, elkezdte a könyvosztást, elkezdett baktákat csinálni, és ez volt az, ahogy a mozgalom kezdett terjedni. Then from London, Tamal Krishna Maharaj went to Germany. Aztán Londonból Tamal Krishna Maharaj elment Németországba. Then to France. Aztán Franciaországba. Then in this way, in Europe, the movement started to get established. És így módon kezdődött el Európában a mozgalom. This is how this mission was started by Srila Prabhupada. And then within the short span of 10 years time, spread all over the world. So many cities, all the major cities of the world. Így kezdte el Srila Prabhupada mozgalmunkat, és rövid idő alatt, alig 10 év alatt elterjedt az egész világon, minden jelentős városban ott volt már. And this is how we can see that it was actually the divine arrangement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. És ebből láthatjuk, hogy ez igazából Sri Chaitanya Mahaprabhunak az isteni elrendezése volt. Srila Prabhupada came to America at the right time. Srila Prabhupada megfelelő időben érkezett Amerikába. Or we can say that for the sake of Srila Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu created the perfect arrangement. Persze úgy is mondhatjuk, hogy Srila Prabhupada érdekében Chaitanya Mahaprabhu a tökéletes elrendezést tett. And Srila Prabhupada, like at that time, America, we have seen, we can see, that went through a very special phase. És abban az időben Amerika, amint láthatjuk, egy nagyon különleges fázison ment át. After the Second World War, America saw the height of material prosperity. A második világháború után Amerika rádöbbent arra, hogy itt van az anyagi gazdagság. But all, in spite of that material prosperity, American youth were unhappy. De az anyagi gazdagságok ellenére az amerikai fiatalok boldogtalanok voltak. Their life was empty, their heart was vacant. Az életük üres volt, a szívük üres volt. And they could see money cannot buy what they actually needed. És látták, hogy pénzzel nem lehet megvenni, amire igazából szükségük van. And in this way, when they were actually searching for a positive alternative. És mindig egy pozitív alternatíva után kutattak. At that time, she looked at that thing and gave them this positive, perfect, positive alternative, Krishna consciousness. És akkor eljött Srila Prabhupada, és megadta nekik egy tökéletes pozitív alternatívát, a Krishna tudatot. And in this way, when the American youth took to Krishna consciousness, they actually took it to the other parts of the world. És ezek az amerikai fiatalok, akik elfogadták a Krishna tudatot, ők voltak azok, akik a világ többi részére elvitték azt. And these young devotees who joined Srila Prabhupada at that time were not ordinary personalities. They were sent by Sri Chaitanya Mahaprabhu to assist Sri Prabhupada. Ezek a fiatal bakták, akik csatlakoztak Srila Prabhupádhoz, ők nem közönséges élőlények voltak, hanem olyanok, akiket Sri Chaitanya Mahaprabhu küldött, hogy segítsék Srila Prabhupádnak. Srila Prabhupada himself mentioned that all these young boys and girls were helping him. They were actually sent by his Guru Maharaj, by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada maga mondta, hogy ezek a fiúk és lányok, akik segítik az ő mozgalmát, ezeket az ő Guru Maharaja és Sri Chaitanya Mahaprabhu küldte. And today we can see the personalities like Srila Maharaj, Dinabandhu Prabhu. They are not ordinary persons. They have been sent by Chaitanya Mahaprabhu to assist Srila Prabhupada in spreading the word. És láthatjuk, hogy az olyan személyek, mint Srila Sivanama Swami Maharaj és Dinabandhu Prabhu, hogy ők nem közönséges személyek, hanem őket az Úr Chaitanya Mahaprabhu küldte, hogy segítsék Srila Prabhupádot abban, hogy elterjessze a mozgalmat. And today we can see, because of Srila Maharaj, what is happening in Hungary. És most láthatjuk, hogy Srila Maharaj miatt mi történik Magyarországon. Just one devotee representing Srila Prabhupada created such a revolution in Hungary.
Csak egy bakta, aki képviseli Srila Prabhupádot, egy ilyen forradalmat hozott létre Magyarországon. This morning when you all were chanting, I was thinking, I mean, our previous acharyas would be so pleased to see that you all have accepted Krishna consciousness and committed yourself completely in serving Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission. Ma reggel, amikor japáztatok, akkor azon gondolkoztam, hogy az előző ácsárjáim bizonyára nagyon-nagyon elégedettek, amikor látják azt, hogy mindannyian elfogadtátok a Krishna tudatot, és arra áldozzátok az életeteket, hogy szolgáljátok Sri Chaitanya Mahaprabhunak a misszióját. Now it's only a matter of time. Most már csak idő kérdése. And Krishna consciousness movement is going to spread és in every town and village. És a Krishna tudatos mozgalom minden faluban és városban el fog terjedni. It has spread all over the world, but now it's a matter of every town and village. Már elterjedt az egész világon, és most már csak idő kérdése, hogy mikor fog elterjedni minden faluban és városban. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, and His words will never go in vain. Sri Chaitanya Mahaprabhu az Istenség legfelsőbb személyisége, és a szavai sosem bizonyulnak hamisnak. And in order to fulfill this prediction, Sri Chaitanya Mahaprabhu sent Jagadguru Srila Prabhupada. És azért, hogy ez a jóslat beteljesülhessen, Chaitanya Mahaprabhu elküldte Jagadguru Srila Prabhupádot. Jagadguru Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki. Srila Prabhupada's Appearance Day Celebration Ki. Srila Prabhupada's Vyas Puja Maha Mahotsav Ki. Nandotsav Ki. Sri Sri Radha Shyam Shiva Ki. Samaveda Bhakta Vrinda Ki. His Holiness Shivram Swami Maharaj Ki. His Grace Dinabandhu Prabhu Ki. Gaur Premanande. Jai Shri Shri Radhe Shyam Ki. Jai Shri Prabhupada Vyasa Puja Maha Mahotsav Ki. Jai Shri Radhe Shyam Swami Ki. Jai Shri Radhe Shyam Ki. Jai Shri Radhe Shyam Ki.